Szentpéteri Attila és családja 65 hektáron gazdálkodik. Minden boruk alapanyagát maguk termelik. Pincéjükben fiatalos lendülettel bíró, könnyed üde és kimondottan gyümölcsös, magas minőségű borok készülnek, amelyek nem csak a helyi, de megyei, országos, sőt európai megmérettetéseken is előkelő minősítést szereznek. Ennek érdekében a terméskorlátozás már a metszéssel elkezdődik. A pince kulcsa a metszőolló, más borvidékeken ez bevett gyakorlat, hogy alacsony tőketerhelés van, zöld munkák vannak, itt is azért végzik a zöld munkákat, de termés válogatás is van, és ládás szüret is van. A prémium borászoknál, tehát a minőséget készítő borászatoknál ez alapkövetelmény. Elengedhetetlen ahhoz, hogy ne sérüljön a szőlő, ne oxidálódjon, ne törjön össze, a ládák ugye ne nyomják egymást, nagyon odafigyelve kell szüretelni, a feldolgozásnak is kíméletesnek kell lenni, és gyorsnak, és higiénikusnak. Minőség szempontjából kiválónak ígérkezik az idei évjárat. Ha az időjárás nem szól közbe, akár kiemelkedő minőségű borok is kikerülhetnek a pincéből. A szüret idejének meghatározásánál a borászok ma már nem is annyira a cukorfokra figyelnek, mint inkább a szőlősav tartalmára. Az alfa-aminó tartalma, az a mustápanyag tartalma, az pedig egy olyan érték, ami megmutatja, hogy a maga a szőlő beltartalma, hogy milyen. Nagyon lényeges a savtartalom és a szőlő cukor tartalma mellett, és a pH érték mellett, az alfa-aminó tartalom. Természetesen nem nézik sokan, pedig rendkívül fontos. Nem mindegy az, hogy például ennyire koncentrált egy szőlő. Az idei nyár időjárásának köszönhetően ideálisan érnek az egyes fajták, és remélhetőleg jobban elhúzódik majd a szüret, mint tavaly. Abba bízok, és azt látom például egy olasz rizlingen is, hogy még zöld, hála jó Istennek, tavaly már ilyenkor puha volt. Vagy egy rajna rizling is végre úgy olyan lassan érik, ahogy kell. Tehát én azt gondolom, hogy jobban szét fog húzódni ez a szüret, mint a tavalyi, és talán ez a feldolgozás szempontjából is, a szüretek szempontjából, mindenféle szempontból kívánatos, hogy ez így legyen. Ez egy másik év, tehát más képviselkedik a szőlő, jobban érzi magát, nincs az a kényszerérés, nem érnek össze a fajták. Egyes területeken jégeső is okozott károkat az ültetvényekben, ami az előző években nem volt jellemző. Úgy gondolom, hogy üzenetértékű volt az az év. Kicsit komolyabban kell venni ezt a jégelhárítást, úgy, ahogy az elmúlt években nagyon kiválóan működött. Azt hiszem, hogy a kiskörsön lévő jégágyúkat felügyelni kell, azokat a személyeket, akik működtetik, felügyelni kell. A mezőri szolgálatot vissza kell állítani a városba. Alapvető követelmény, hogy egy mezőr vagy kettő ebben a kiskörös nagy határában otthon legyen, tudjon, mozogjon és felügyelje a határt mindenféle szempontból. A hegyközségek nemzeti tanácsa közleménye szerint a június végén elvégzett országos termésbecslés alapján, figyelembe véve a zöld szüret hatását is, az idei termésmennyiség vélhetőleg alatta marad az elmúlt évinek. A tavalyi 5,2 millió mázsa helyett körülbelül 4,7 millió mázsa szőlő várható.